Hát Mosor díjkiosztója annak a kert programnak, amelynek az ötletgazdája Kovács Szilvia a polgármester asszony. Hát a polgármester asszony, azért kevés olyan embert ismerek, mondjuk meg, akiknek az ötletéből országos program lesz. Milyen érzés ilyen ötletgazdájának lenni, ilyen szép program végeredményeként ennyi díjat átadni? Hát fantasztikus, felemelő érzés, és ebben a karcagiaknak nagyon nagy szerepe van, hiszen az ő jelentkezésük nélkül, és a támogatók díjainak felajánlása nélkül, és a hivatal dolgozóinak segítsége nélkül, és a zsűri áldozatos munkája nélkül természetesen ez nem jöhetett volna létre. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon nagy csapatmunka, és nagyon nagy felemelő és boldog érzés, mert sikeres volt a program, és reméljük, hogy jövőre is legalább ennyien, ha nem sokkal többen fognak erre a programra jelentkezni. Ebben a mondatban bele lehet kötni, ön nagyon jó érzéssel áldogádott, ezt lehetett látni, és azt mondta, hogy reméljük jövőre is, tehát akkor ez a program nem csak kis teljesedik országosra, de Karcagon új lendületet vesz, feltételezem. Karcagon mindenképpen meg fogjuk ezt a programot hirdetni, de ahogyan engem az ország minden pontjáról keresnek szervezetek, egyesületek, magánemberek, kertművelő kertszerelmesek és növényszerelmesek. Én úgy gondolom, hogy ez ténylegesen egy országos programra fogja kinőni magát, és én bízom benne, hogy Karcagról nagyon-nagyon sokan fognak jelentkezni, mint ahogyan jelezték is számomra, hogy ők jövőre mindenképpen nevezni fognak. Ez nagyon jó, és változik a program, tehát nem a lényege, hanem a program kiírása. Lesz-e benne módosulás? Igen, nagyon jó volt a kérdés, tervezünk módosítást. Szükségeltetik is, ahogyan most a tapasztalatok nyomán le tudjuk szűrni. Ahogyan már az eredményhirdetésen is lehetett hallani, zárt kerti kategóriában is jelentkeztek nevezők. Jövőre meghirdetjük külön kategóriában a zárt kertet, de meghirdetjük ezt zárt kertben zöldségre, és meghirdetjük gyümölcsre, hiszen nagyon sokan jelezték, hogy ők zárt kertben gazdálkodnak, viszont csak gyümölccsel foglalkoznak, és úgy gondolom, hogy az ő munkájukat is értékelni, díjazni kell, tehát őket is fogjuk majd várni ennek a programnak a keretén belül, egy külön kategória kiírással. Ezen kívül azt is lehetett hallani az eredményhirdetésen, hogy bizony a balkon kategóriában nem volt jelentkezés. Ezt az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi egyesületi szervezete fölvállalta, ennek a kategóriának a felkarolását. Népszerűsíteni fogják a nyugdíjasok körében, hiszen nagyon sok idős ember a kertes házából beköltözik emeletes házba, és bizony a kertműveléstől így elesik. Őket szeretnénk segíteni abban, hogy a kert helyett a balkonon, az erkélyen tudjanak kialakítani olyan pici kertet, amit tudnak gondozni, és így tulajdonképpen nem tudnak kiesni abból a hagyományból, amit évtizedeken keresztül biztos vagyok benne, hogy gyakoroltak és műveltek az otthonaikban. És akkor ezzel most már nem dolgozunk tovább, mivel tölti a nap hátralevő részét, lévén, hogy az érez mégiscsak szombat? A nap hátra lévő részét mindenképpen azzal fogom tölteni, hogy megnézem a vetélkedőt, hiszen gyönyörű fogatok, gyönyörű lovasok vannak jelen, és szeretnék egy kicsit pihenni, kikapcsolódni, és a barátokkal beszélgetni, és majd a kertes gazdákat is még egyszer szeretném üdvözölni, illetve ezúton szeretném megköszönni minden karcagi mezőgazdasági vállalkozónak a rengeteg felajánlását, hiszen az ő segítségükkel tudtuk ilyen szépen díjazni a kertes gazdákat, és szeretném megköszönni a miniszter úrnak is a nagyon sok felajánlását, hiszen így nagyon gazdag ajándékokkal tudtuk a kertbarátoknak megköszönni áldozatos munkájukat és a jelentkezésüket. Jó munkát és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm én is. Márkus Gábor úr, Püspök Ladány városa alpolgármestere. Mint megtudtuk, Püspök Ladányban is ugyanilyen akció volt, ilyen kertakció, kertprogram, mint Karcagon, amelynek az értékelés most történt meg. Hát alpolgármester úr, az önök programjával kapcsolatban mik a tapasztalatok? Ott hogy sikerült Püspök Ladányban? Hát is szomszédok vagyunk. Igen, szomszédok vagyunk, hál' Istennek. Hát nagyon örülök neki, hogy erről tudok nyilatkozni, hiszen tavasz folyamán, kora nyár elején úgy mondanám, alpolgármester asszony, Kovács Szilvia, felvettük a kapcsolatot, és ebbe a kiskertek mozgalom, hogy úgy mondjam, vagy értéke, hogy szép kertek mozgalomba, mi is részt vettünk, felhívást tettünk közé, ugyanúgy, mint Karcagon.
volt szép száma jelentkező, de most itt én sok tapasztalatot szereztem magába a értékelési rendszerbe, meg a díjazásba, mert nálunk egy kis szerényebb körülmények között ment le, viszont nagyon szép kerteket találtunk, tehát azt hozzá kell tennem, hogy akiket megláttunk, fényképeket is készítettünk róla, a polgármesterasszonynak elküldtem. Nagyon szép kertek voltak, és látszott, hogy az emberek szeretik csinálni, és mint ahogy itt hallottam, a miniszter úrral teljesen egyetértek, hiszen ez a jövő, én azt gondolom, hogy otthon, akinek lehetősége van rá, 50 négyzetméter, vagy attól nagyobb, teljesen mindegy, maga próbáljon meg zöldségeket termelni, hiszen egészségesebb, hogy kerüljön az asztalra. Szívesen vettek részt, szívesen mutatták meg az emberek nálunk ezeket a kerteket, amit ápolnak, hiszen ez hobbiként, ahogy itt elhangzott ma, hobbiként is felfogható, de szívvel, léleke, és tudjuk, hogy az idei év milyen száraz év volt, és annak ellenére ezekben a kiskertekben gyönyörű termés született. Itt Karcagon egyre inkább elhalványodni látszott a kertmű, a ház körüli kertek művelésének a régesége, tulajdonképpen természetes tevékenysége. Ez önöknél is tapasztalható volt, hogy a ház körüli kerteket most már kezdik egyre jobban kiiktatni a napi rendből, a napi tevékenységből? Hát tapasztalható, természetesen tapasztalható, hiszen azért ez összefügg azzal, hogy ugye a mai korban, hogyha a család tagok tudnak dolgozni, ugye tudjuk, milyen körülmények vannak, tehát van munkanélküli helyzet is, tehát dolgozni tudnak, akkor nem nagyon van rá idejük, hogy a kertekkel foglalkozzanak, viszont aki, de azért hozzáteszem, tehát a porták nincsenek elhanyagolva, csak nincs ez a hagyományos termelés, igen, hát füvesítik, és akkor vágják a füvet, viszont akik ezt csinálják, az pedig szívvel élek, és gyönyörű kertek vannak. Magam se gondoltam volna egyébként, most láttuk, amikor bejártuk ezeket a benevezett portákat, hogy úgy mondjam, sőt, azon kívül láttunk olyanokat is, akik nem neveztek be, csak a szomszédba volt, és fel is hívtam a figyelmét, hogy legközelebb figyeljen, de mert nagyon szép kertek, és szép termések voltak, paprika, paradicsom, zöld borsó, zöldbab, stb. Tehát mindenféle. Azt a szóforradot használta az én, hogy a legközelebb figyeljenek oda, tehát akkor folytatódik a program, a verseny? Természetesen folytatódik. Természetesen már alpolgármesterasszonnyal beszéltünk is a jövőről. Úgy tudom, hogy van valami pályázat, ami sikerrel fordult most a kanyarba, hogy már nyert is, most nem tudom pontosan, amiben talán 3 település lesz benne. Összefogva Karcag, Püspökladány, és ha jól tudom, nem akarom eltéveszteni, de azt hiszem Jászladány a harmadik település, és így hármasba fogunk ebbe az ügybe együttműködni. Nagyon szépen köszönöm, jó munkát kívánunk önöknek, köszönöm szépen. Viszontlátásra, köszönöm szépen. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel itt a éppen érkezéskor találkoztunk. Hát miniszter úr 3 rendezvényre érkezett. Ma lesz a legszebb konyhakert pályázat eredmény hirdetése. Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, a Városi Önkormányzat kezdeményezte, és jó néhány önkormányzat már csatlakozott is ehhez a mozgalomhoz. A lényeg az, hogy az adott település, város, ebben az esetben Karcag legszebb konyhakert tulajdonosai pályáznak. Ez azért is jó, hogy a termelésre hívja fel a figyelmet, arra, hogy a közvetlen környezetünkben meg tudunk termelni sok mindent. És azért fontos, mert az élelmiszerárak emelkednek, de amit mi magunk megtermelünk, azon nincsen adó, nincs szállítási költség, abban biztosak lehetünk, az a család számára megtakarítás, és egyben hasznos elfoglaltság is. Én örülök annak, hogy a várakozáson felül nevezések voltak a mozgalomhoz. Az Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja ezt a kezdeményezést, és remélem, hogy jövőre még többen fognak kedvet kapni. Az eredményhirdetés itt lesz majd a lovaslap keretében. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánunk miniszter úrnak, lehetőleg zavartalanul tudja élvezni a fogadhajtást. Köszönöm szépen. Köszönöm.